A felkészülés második hetében már nagyobb terhelést kaptak a nyíregyházi játékosok. Hétközben Telkiben a Paks ellen lépett pályára a Spari, és Hamed, Pap, Tangel, valamint Györgyi góljával 4-3-ra legyőzte ellenfelét Gálhidi György együttese. Szombaton Debrecenben Gresó és Pap talált a Loki kapujába, míg a másik oldalról nem érkezett válasz. Bár a szakember mindig hangsúlyozza, hogy ebben az időszakban nem az eredmény az elsődleges, a győzelmek azért erősítik az önbizalmat, ráadásul a látottakkal sem lehetett elégedetlen a vezető. A játékban is rengeteg területen léptünk előre. Stabilabb a védekezésünk, a középpályás védekezésünk óriásit javult. Többet birtokoljuk a labdát, mint az ősszel tettük ősszel. Nagyon a kontrára szorítkozott a játékunk. Első egy-két érintés után rúgtuk fel a labdát területbe. Most szeretnénk tudatosabban felépíteni, pontosabban, precízebben a támadásainkat. Tehát nem csak a kontra működne, de természetesen azért még nagyon sok minden van, amiben javulnunk kell, és amit még ki kell javítanunk a hátralevő két hétben. A két meccsen lőtt 6 gólon 5 játékos osztozott, így Gálhidi Györgynek akár kellemes gondja is lehetnek a kezdőcsapat összeállításakor. A Gresótól is, a Tangeltől is, tehát fiataloktól, új játékosoktól kaptuk azt, amit esetleg idősebb, már régebb óta itt játszó játékosoktól vártunk. Nem szabad elfelejteni, hogy azért meghatározó játékosaink hiányoznak a januári térsérülés miatt. A Hamednek rástek a Paks mérkőzésen a lábára, őnek a bokája és térszalagjai sérültek meg egy kicsit. A Kolocsai Laci még a vírusnak a következményeitől szenved. Nagyon magas pulzussal kezdett a hét elején, leállítottuk azonnal. Orvossal is konzultáltunk, és talán most már, ma már rendben lesz. Van még két hete, hogy utolérje magát, még a fiatal kérdés nem dőlt el, hogy ki lesz az az egy fiatal, akinek játszania kell a csapatban. Van több jelentkező is, tehát most nagyon óvatosan mondom, hogy a bőség zavarával húzzunk, mert a Szabó Bálint is esélyes, hogy ő legyen a fiatal. A Tangel, ugye őt is említettem, a Szaroszta is egyre jobb játékot produkál, és a Kolocsai Laci pedig ősszel bizonyította, hogy őre lehet számítani mindig. A nyíregyháziak szombaton a Tisza Kicske ellen tartják a bajnoki főpróbát, majd január 31-én a Soroksár ellen a Városi Stadionban már bajnoki pontokért lép pályára a Spari.